Szép jó estét kívánok, kedves webinár résztvevők! Remélem lehet hallani engem és látni is. Kérem szépen visszajelzést a chatben. Üdv azoknak, akik a Facebook Blockchain Capital zárt csoportban nézik minket. Szintén kérem szépen visszajelzést a Facebook csoportban, mert ott is figyelünk, nézzünk, hogy ki hogyan érzi magát. Minden rendben van, srácok? A másik végén, Facebookon. Oké. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehetünk ma, és azért excited vagyok, azért izgatott vagyok annyira, mert különleges eseményben van részünk, mert ilyen előadás és ilyen prezentáció igen ritka, ritkán szokott előfordulni, és azt gondolom én magam is. Tisztemázlista vagyok ma, hogy itt lehetek a mai előadóval, és az ő magyar hangja lehetek, nem csak a Magyarország és európai igazgatóként és Blockchain Capital vezetőként vagyok itt, hanem igen, édeslányként, magyar hangként, Kuszmonizán Kuszmanovicsé, és borzasztóan örülök, hogy ennyire sokan vagyunk ma itt ebben a szobában, Zoom szobában és Facebookon, és folyamatosan csatlakoznak hozzánk. Ahogy megígértünk, a mai prezentáció körülbelül 45, max. 50 percig fog tartani, kérem, tartsatok velünk. A mai előadó igen különleges vendég, különleges ember, mert azt gondolom sokkolja mindenkit a világ nézeteivel, jó értelemben sokkolja, felébreszt nagyon-nagyon sok mindent bennünk, és ezt már nem csak én mondom, akik tényleg szinte beleszületett tulajdonképpen az ő életében, tulajdonképpen édeslánya vagyok, hanem azt látom, hogy nagyon sok ember életében óriási lábnyomot hagy, és nyomot hagy, és nagyon jó irányba elindítja a gondolkozásunkat. Ezzel azt szeretném tényleg üzenni és mondani, hogy nyissatok ki a füleiteket, a szemeiteket, a szíveteket. Az ember, Kuszmonizán Kuszmanovics nem csak alapítója a cégnek, hanem a hosszú távú, vagyis a digitális vagyon felépítés filozófiának az atya, a filozófusa és építője, mert nem csak filozófia áll mögötte, hanem igazi megoldással is jött ide hozzánk. Hisz kollektív meggazdagodásban, hisz kollektív közösség építésében, ahol igenis egy falkában, egy Noé bárkájában evezünk, és ebben a világban, ahol mi élünk veletek együtt, mindenképpen szükség van egymásra. Igen, digitalizálódik a világ, igen, decentralizálódik a világ, igen, új pénz jön ide a régi helyet, és mi össze kell, hogy tartsunk egymással, mert új dologról van szó, még ismeretlen, nagyon sok ember számára ez csak mese egyenlőre, de azt szeretném, hogy valóra váljon az a mese, vagy az a valami, ami eddig elérhetetlen volt. Úgyhogy fogadjátok szeretettel Kuszmonizán Kuszmanovicset, a Blockchain Capital alapítóját, és a Blockchain Capital szívét, ezt bátran mondhatom. Знал Гусманович, я знаю, что у нас сегодня здесь есть русскоязычные слушатели. Я поздравляю всех с тем, что вы сегодня находитесь здесь на нашем вебинаре, международном вебинаре, венгро-русский. Хочу слово представить Знал Гусмановичу, человеку, который изобрел философию цифрового накопления и строительства богатства. У нас сегодня на самом деле очень такой, как сказать по-русски, очень насыщенный график, поэтому хотела бы передать слово, и давайте послушаем Знал Гусмановича, потому что у него есть что сказать. Он всех шокирует постоянно своим мировоззрением, но это всем на пользу. Поэтому, пожалуйста, принимайте с любовью и уважением, Знал Гусманович. Я буду сегодня голосом Знал Гусмановича в Венгрии. Öné a szó, Znal Gusmanovics. Regina, nagyon köszönöm. Regina, большое спасибо. Jó estét kívánok. Добрый вечер. Наш проект называется Blockchain Capital. A projektünknek a neve Blockchain Capital.
Мы создаем финансовые приложения на блокчейне. Значит, мы команда разработчиков. Mi a blokkláncon, blokklánc úgynevezett applikációkat hozunk létre, tehát bátran lehet minket nevezni, hogy mi fejlesztői cég vagyunk, vagy fejlesztő cég vagyunk. Наше финансовое приложение называется Smart Contract. A mi pénzügyi applikációkat úgy hívnak, vagy úgy hívják, hogy okos szerződések, Smart Contracts. Но иногда нас называют цифровым банком нового поколения. С этим можно согласиться, можно не соглашаться. Néha digitális banknak is hívnak minket, ami igaz, de végül is igaz is nem is, tulajdonképpen nézőpont kérdése, mert teljesen új technológiáról beszélünk. Да, потому что наше приложение на блокчейне заменяет устаревшие и опасные банковские продукты, которые достались нам еще из прошлого века. Igen, lehet mondani, hogy digitális bank vagyunk, mert mi átalakítottuk, vagy modernizáltuk azt a rendszer, ami eddig működött, ugye volt tradicionális banki rendszerben. Most már mondhatjuk, hogy veszélyesen és upgrade-eltünk, modernizáltunk azokat a folyamatokat, átvéve azokat a blokkláncra. Но в отличие от банков, у нас есть одна важная особенность. De a bankoktól, vagy a bankokhoz képest van egy nagyon fontos különbség, ami ugye megkülönböztet minket a tradicionális banktól. В отличие от традиционных банков, у нас нет доступа к денежным средствам и другим активам наших пользователей. A bankkal szemben nekünk nincsen hozzáférésünk a felhasználóink eszközeihez, pénzeihez, tokenekhez, stb. Stb. Люди просто пользуются нашими приложениями. Они не отдают свои деньги другим лицам. И деньги, и активы их остаются в полном распоряжении и в полной собственности самого владельца счета. Tehát minden egyes felhasználó saját privát pénztárcával rendelkezik, és a saját úgymond új banki szükségleteit, banki dolgait a blokkláncon rendezi, és ahhoz és pontosan biztos lehet benne, hogy senki más a világon, ha csak nem adtuk oda a privát kulcsunkat, senki más a világon nem tud hozzányúlni a pénzeinkhez, eszközeinkhez, kripto eszközeinkhez. Я не оговорился, сказав, что банковские и страховые продукты сегодня представляют для нас опасность. És nem hibáztam, nem véletlenül mondtam azt, hogy ma már a banki, klasszikus banki szolgáltatások és biztosítási cégszolgáltatások igenis veszélyt jelentenek számunkra. Mármint úgy az emberek számára. Если у кого-то из моих слушателей сегодня есть другое мнение, я обещаю прислать этому человеку поздравление, когда банк оставит его в очередной раз без средств на существование. Ha valakinek így a hallgatóságban van más véleménye erről, akkor nagyon szívesen majd küldöm egy képeslapot, amikor cserben fog hagyni a bank. Сложно, да, говорить? Переводить меня мысль. Нет. Вот так. Пока я произношу эти слова, вот пока произношу у вас и у меня тоже, в банке только что пропали несколько форинтов и несколько копеек. Amíg most itt ülünk, és amíg itt beszélünk, vagy én beszélek, addig a bankban lévő pénzünk már is csökkent az értékben. Ez lehet pár forint, pár rubel, pár cent, de csökkent. Percről percre csökken az értéke a pénznek, ami bankban ott üldögél. Потому что денежная масса разбавляется, и это ведет к снижению их покупательной способности. Mert a pénz az úgymond higítás
hígítási folyamaton keresztül megy át, ez azt jelenti, hogy irdatlan mennyiségű pénzt nyomtatva van folyamatosan, és ez a jelenség az, ami csökkenti az értéket a pénznek, amit pénznek nevezünk. Поэтому я постараюсь быстрее закончить свое выступление, чтобы мы, не теряя времени, с минимальными потерями могли бы принять меры, чтобы обезопасить наши деньги. Azért szeretnék rövidre zárni ezt a témát, ma is nagyon gyors lenni és befejezni a mai prezentációt, hogy mindenki utána cselekedjen és induljon el a kripto irányába. És mentse meg, ami menthető. Сегодня мы все свои свободные деньги держим в топ 20 видов криптовалютах. Это безопасно. Én is a családom a pénzeinket a top 20 kriptovalutában tartjuk, pontosabban VBT indexben, mert ez biztonságos, az hasznos, tehát a profitabilis. Среднеарифметическую цену топ 20 криптовалют отражает индекс WBT, World Builder Token, токен строительства благосостояния. A top 20 криптовалютának, vagy valutának, igen, indexnek, a tükrözi, vagy index tükrözi magában a legtop, a legsikeresebb kriptovalutának az átlag értékét magában, és ezt az indexet nem véletlenül VBT indexnek nevezünk, Wealth Builder Token, vagyis jólét építő token, mert az tartalmaz magában a kriptopiac legerősebb kriptovalutáit. Мы постоянно конвертируем обычные деньги на индекс WBT. А WBT покупает нам 20 криптовалют одной транзакции. Мы rendszeresen váltjuk a fiat pénzeinket top 20 криптовалютába, tehát indexet vásárolva, és a smart szerződés akkor szétosztja végül is a mi Ethereum, vagy a mi pénzeinket a top 20 криптовалютán belül. Нам нет необходимости создавать 20 кошельков или доверять деньги свои, например, биржевым кошелькам. Tehát nincs szükség 20 külön kriptovalutára, vagy kriptovaluta pénztárcára, vagy nem függünk a tőzsdei fiókunktól, tehát nem kell a pénzeinket tőzsdei accountban, fiókban tartani, és tulajdonképpen függni a tőzsde biztonságától. Почему именно топ-20? Потому что 20 топовых валют занимают по капитализации 95% рынка. Остальными можно пренебречь. Они все микроскопичны. И шмир топ-20 криптовалютару беседим. Мерт, амик, ugye, ott vannak a VBT tokenben. Мерт, ez a топ-20 криптовалюта az, ami a piacnak 95%-at foglalja el. Tulajdonképpen az a 20 legerősebb projekt blokkláncon, ami már valamit letett az asztalra. A többi 8000 az annyira mikroszkopikusan kicsik még, hogy egyenlőre nem biztos, hogy érdekesek számunkra. Сам index WBT мы храним в своих персональном, в своем персональном кошельке. Доступ в этот кошелек только у самого пользователя. A VBT tokeneket saját privát pénztárcánkban tartjuk, és a hozzáférés csak is nálunk van hozzájuk. A сами криптовалюты хранятся в custody сервисе. Кастодиальный сервис, он в тысячекратный, может быть, миллионы раз надежнее, чем любой швейцарский сейф. És maga a kriptovaluta, kriptoeszközök az úgynevezett letétkezelési, a letétkezelésben van, tehát custody szolgáltatás alatt van, ami ezerszeresen biztonságosan, biztonságosabb, mint bármely svájci szép. И этот индекс при необходимости в любое время мы можем обратно конвертировать на доллар, евро, форинт, рубль, монгольский тугрик, вывести на пластиковую карту. Az indexet bármikor lehet eladni és hozzáférni újra bármilyen devizához, euró, mongol tugrik, rubel, euró, forint, stb. Tehát ez bármikor
visszacserélhető olyan devizára, amire éppen szükségünk van. Цена индекса WBTI растет. И с начала этого года, то есть за полгода, простите, за полгода он вырос в 5 раз. Меня это вполне устраивает. За полгода? За полгода. Сейчас я вам покажу график. За полгода он вырос в 5 раз. Я не шмегмутатом графикумат нем шокаря. A WBTI индекс értéke növekszik, és csak az elmúlt fél év alatt, kapaszkodjatok, 5-szörös növekedést mutatott már. Engem ez abszolút, én boldog vagyok ezzel a növekedéssel. És itt pont megmutatja Zsák Guzmanovics, hogy a WBTI index értéke 6 hónap alatt idén, vagyis 2020 óta a 6 hónap alatt 5-szörös növekedést produkált. Az szép. Я вот вчера утром это сделал, с 19 июля по 19 января, ровно в 5 раз цена выросла. Поздравляю. Это pont tegnap csináltam. С какого еще раз посмотрю? С 19 июля по 19 января. Igen, tehát július 19-ig óta, január 19-ig, tehát tegnap, 5-szörös növekedés. Gratulálok, akinek már van WBT indexe. Szép volt. Проверьте меня, сфотографируйте. Kérem, ellenőrizzétek engem, fotózzátok le, nézzétek CoinMarketCap-ben, piacon, stb. Bocsánat. Но за 7 лет мы уже знаем, что капитализация рынка криптовалют выросла более 800 раз. De még jobban kapaszkodjatok, tudjuk, abszolút tény, abszolút igaz, az elmúlt 7 év alatt az egész piac, tehát a kriptovaluta piac 800-szoros növekedést mutatott már. 800 раз, de? Более 800 раз. Több mint 800-szoros, nagyobb mint 800-szoros növekedés volt az elmúlt 7 év alatt. Зайдите самостоятельно CoinMarketCap, point.com, да, и меня проверить можно. Ellenőrizzétek nyugodtan, coinmarketcap.com oldalon ezt mind meg tudjátok nézni, ellenőrizni, hihetetlennek tűnhet, de abszolút igaz, tényekről beszélek. Есть неизменный закон денег. Деньги текут туда, где безопасно, и создают спрос. Спрос толкает цены вверх. Van egy úgynevezett pénz igazsága, vagy ha lehet ilyet mondani, hogy a pénz mindig odafolyik, ahol biztonságban érzi magát, ahol biztonság van. És jelen pillanatban a pénz, amit eddig használtunk, kripto, digitális világ felé folyik, mert ott érzi magát igazán biztonságban. Есть важный такой момент, важно знать. Смотрите, компания Blockchain Capital, разработчики компании, экономисты, дизайнеры и другие специалисты создают смарт-контракт. Например, WBTI, да? А в Blockchain Capital, в смысле? Blockchain Capital, его разработчики, его экономисты, дизайнеры, другие специалисты создают смарт-контракт, да, например, WBTI. Это компания. Сам WBTI – это уже не компания. Ez fontos. Például itt a Blockchain Capital példa. Blockchain Capital IT csapata, dizájnerek, marketing osztály, jogászok, analitikusok létrehoznak smart szerződést, például itt a WBTI, de maga a WBTI az nem tulajdona a cégnek. Ez az érdekes, és ezt kell megérteni, ez nem tulajdona a cégnek, ez nem a alapítóiknak a tulajdonsága vagy tulajdona, hanem... WBTI это уже не компания. После опубликования это приложение живет самостоятельно в интернете, без вмешательства людей.
mert a VBT azért nem a cég már, mert amióta publikálva van a blokkláncon, onnantól ez az applikáció blokkláncon él, az már embereké, akik használják, és nem lehet azt mondani, hogy a VBT egyenlő blockchain capital tulajdonképpen nincs tulajdonában a cégben. Ez egy önálló organizmus, ami blokkláncon él. Обратно забрать этот смарт-контракт из интернета или изменить работу смарт-контракта не может даже создатель, то есть сам разработчик. Tehát a smart szerződés, amióta publikálva van, maga a fejlesztő se tudja leigázni, vagy azt mondani, már nem létezik, nincs olyan, vagy megváltoztatni, abszolút nem tudja. Tehát él is virul a blokkláncon, és nincs megsemmisítő gomb rajta. Ez van, ez jelen van. Вот представьте, кто-то из нас опубликовал свою фотографию в интернете. И миллионы людей их перекопировали и распространили. Но уже тот, кто первый выложил эту фотографию, уже не сможет изъять обратно с интернета свою фотографию. Ez olyan, mint a fénykép, például a fotós, aki megcsinálta a fényképet, kirakja ezt a fotót internetre, és ezt a fényképet millió ember tovább küldi innen, onnan, menna, és az eredeti fotós végül is soha nem fogja tudni visszavonni az egész folyamatot, mert az már szétment a világon, és tulajdonképpen már mindenkié, nem csak az övé. И мы сегодня не одни на рынке, уже сотни очень умных голов занимаются этим, может быть, тысячи. Они публикуют различные смарт-контракты, поэтому процесс уже давно необратим. És mivel nem vagyunk egyetlenek, akik smart szerződéseket gyártanak, nagyon-nagyon sok cég már valamilyen fajta smart szerződéseket gyártanak, amik segítik emberek életét, és ezzel azt szeretném mondani, hogy ez a folyamat, ez már visszafordíthatatlan, és a vonat elindult, már régen elindult, és nem lehet leállítani. И уже за три года мы опубликовали целое семейство смарт-контрактов. И наши пользователи живут сегодня в 26 странах мира. És az elmúlt három év alatt mi több smart szerződést gyártottunk már, három, mondjuk ami látható és publikus is, ami felhasználók használják, három smart szerződést publikáltunk, és a felhasználóinkat már 26 országban is meg lehet találni, tulajdonképpen 26 országban vannak felhasználóink. Обращаясь к нашим друзьям, знакомым, мы им предлагаем простую вещь. Купить то, что невозможно потерять. És amikor ismerőseinknek, barátainknak, szeretteinknek beszélünk a VBT-ről, indexről, arról, amiről most itt beszélek, tulajdonképpen azt ajánlunk nekik, ami мы предлагаем им то, что потерять невозможно. Купить то, что невозможно потерять. Tehát megvenni azt, amit lehetetlen elveszíteni. Мы предлагаем обменять опасные деньги, которые легко теряются, да, на WBT, что является собственностью и что имеет бесконечную защиту. Tehát mi azt javaslunk mindenkinek, hogy nem biztonságos pénzt, fiat pénzt, ahogy magyarul mondom, tehát a klasszikus pénzt, ami veszélyes, váltsuk át VBTV, és VBT váljon belőle, ami nem csak biztonságos, hanem növekszik az értékben is. И эта защита не в том, что кто-то честное слово дает какой-то человек, да? Защиту гарантирует технология. És nem azért biztonságos, mert valaki ilyen szimpatikus ember esetleg mondta, hogy az jó, hanem egyszerűen a garancia az maga a technológia, a blokklánc technológia, ami mögötte van. Если мы надежно сохранили пароль для входа в кошелек, то эти активы и деньги, и акции, и токены, да, не могут быть даже конфискованы и потеряны ни при каких обстоятельствах. Tehát, hogyha biztonságban tudunk tartani a passwordjainkat, a privát kulcsot,
akkor senki a világon nem tud elkobozni tőlünk ezt a pénzt, elvenni, semmi, nincs olyan körülmény, ami arra utalna, hogy, vagy az ahhoz vezetne, hogy valaki elvinne tőlünk ezt a pénzt. И мы сегодня предлагаем купить то, на что цена растет 5 раз за полгода, ну это нормально. És azt ajánlunk, olyan terméket ajánlunk, mondjuk ha VBT-ről beszélünk, ami ráadásul növekszik az értékben, ugye beszéltem, hogy az elmúlt fél évben 5-szörös növekedést tapasztalt ez a termék, maga a piac, tulajdonképpen a VBT index, ez maga a piac. Ha CoinMarketCap-en nézik, akkor nem VBT token találnak, hanem az egész piac VBT tokenben van. Кто-то 7 лет тому назад купил машину. Если бы он купил WBT, он бы сегодня имел 800 машин на эти же деньги. 7 évvel ezelőtt valaki autót vett, ahelyett, hogy mondjuk kriptóba fektetne. Ma már 7 évvel később ez az illető 800 ilyen autót tudna venni, ha nem több. И полгода тому назад много машин было куплено. И в Будапеште, и в Москве, и в Казани. Но если за эти деньги куплены были бы WBT, то сегодня этот человек мог бы уже 5 машин купить таких. És fél évvel ezelőtt is emberek vettek autókat Moszkvában, Budapesten, Kazányban, mindenhol a világon, de ha azok az emberek autó helyett inkább VBT-t vették volna, ma már 5 ilyen autót tudtak volna venni. У нас есть еще один интересный смарт-контракт. Называется APT, Accumulation Protection Token. És van még egy smart szerződésünk, APT, Accumulation Protection Token, tehát megtakarítás és védelmi token. Это смарт-контракт специально разработан для долгосрочного накопления. Например, если мы 10 лет будем только накапливать индекс WBT. Можно себе только представить, какой капитал вырастет у нас в кошельке, да? És az APT az hosszú távra van tervezve, 10 évre, és 10 év alatt garantálja védelmet a betegség, a diagnózis betegség ellen, illetve a baleseti halál ellen. Csak gondoljuk bele, ha 10 évre rászánunk magunkat, hogy felépítsük igazi vagyont, digitális vagyont, ugye beszéltünk az elmúlt 7 évről, mi történt a piacon, gondoljuk bele, hogy következő 10 évben mi fog történni piacon, amikor már sokkal tudatosabbak, sokkal tanultabb emberek jönnek ide, mert már megtanultunk saját hibáinkból a múltban, hogy mi lett volna, ha. És itt még nagyobb növekedés várható következő 10 évben, és képzeljétek el, ha valaki rászánja magát APT-re, és azt mondja 10 év alatt, igenis, lépésről lépésre felépítem digitális vagyon, talán nagyon nehéz elképzelni ezt a vagyont, ami ott van az embernek 10 év múlva. Мне такое ощущение, ты уже рассказала всю программу APT, да? Ну нет. Я раз с ним скажу. Шаг за шагом. Лепешери, лепешери. За 10 лет. Покупая постепенно индекс WBT, за 10 лет можно на самом деле создать супер актив, фантастический актив. Если уж за полгода он вырос за 5 раз, да? В этом смысл. И за 10 лет можно на самом деле фантастический актив можно создать. Но эта программа предусматривает, у него есть один нюанс. Если вдруг владелец заболеет онкологией, ведь лечение рака требует больших денег, то есть данная дополнительная выплата может быть очень кстати. Igen, és jól érezte édesapám, hogy már előre is lelőttem a poént, de mivel annyira lelkesen mindig tudok beszélni az APT-ről, valóban, tehát ha már valaki, mondjuk én rászántam magam, Regi, okos vagyok, tudatos vagyok, most már tudom, mit kell csinálni, 10 évet adok magamnak, hogy 39-től 49 éves koromig felépítem a digitális vagyont, 10 év alatt nagyon sok mindent tud történni az emberrel, és sajnos senki nincs védve a betegségek ellen, akkor viszont kapóra jön a védelem,
mégpedig daganatos betegségek ellen, mert azonnal tudunk hozzáállni, hozzáférni és a pénzhez, ahhoz, hogy tudjunk elindítani a gyógyulást, és nem kell hozzányúlni megtakarításokhoz, a szomszédoktól, rokonoktól kunyerelni pénzt, hanem saját magunk kezünkben van a felelősség az egészségünkért. Amellett, hogy óriási vagyont felépítettünk. Tény és való. У нас есть еще один, еще более симпатичный смарт-контракт. Это наш инвестиционный токен BCT. Мы его тоже зарегистрировали на блокчейне Ethereum. És van még egy nagyon kellemes smart szerződésünk, a BCT, az egy befektetési token, ami szintén blokkláncon van regisztrálva. Покупатель BCT становится совладельцем компании. И эта собственность регистрируется автоматически на блокчейне. Защита собственности уже происходит на блокчейне. Tehát a BCT, amikor BCT tokenünk van, akkor a cég egy része nálunk van, és az a tulajdonjog, az nem valahol papíron le van írva, és valahol a kincstárban van, ott üldögél, hanem a blokkláncon. Tehát olyan kőbevésve lenne, vagy sokkal biztonságosabb, mint bárhol máshol. Tehát az a tulajdonjog a cégre, ami után ugye osztalékot is kapunk, a blokkláncba van bevésve, bevarva. Ha lehet ilyet mondani. Наши инвесторы, значит, наши владельцы BCT токенов, автоматически участвуют в распределении прибыли, и цена этих токенов растет вместе с ростом стоимости компании. Еще раз повтори, пожалуйста. Я прослушала. Да, владелец BCT токенов участвует, автоматически уже участвует в распределении прибыли, дивидендов. A BCT tokenek tulajdonosai, akinek több mint 500 BCT-je van, már automatikusan részt vesz az úgynevezett osztalék programban, tehát smart szerződés évente egyszer küldi osztalékot a céges forgalom után. И цена самих токенов растет вместе с ростом нашей компании. És a BCT, и maga a BCT ára értéke a növekszik párhuzamosan a cég növekedésével együtt. Сегодня 20 января 2021 года. Я только что смотрел уровень дивидендов на каждой BCT, и он почти в 10 раз превышает прошлогодний уровень дивидендов. Ma január 20 van, 2021, és pont ma néztem az osztalékot per BCT, hogy egy évvel kés, vagy egy évvel ezelőtt is most mi a különbség. Már tavaly óta meg tízszereset, tehát tízszer nőtt az osztalék aránya, dollárban per BCT, és ez egy fantasztikus növekedés. Tehát tavalyhoz képest a BCT tokennek az osztaléka tízszer több. После презентации я рекомендую каждому владельцу посмотрите уровень дивидендов и умножьте хотя бы 10 раз следующий год, 10 раз следующий год. И через за 2-3 года мы получим дивиденд от 20 до 30 долларов на каждый токен. Tehát minden BCT token tulajdonost most szeretném megkérni, hogy majd a prezentáció után nézzétek meg, hol tart az osztalékotok. És ugye, ahogy mondtam, tavaly óta tízszeres volt a növekedés. Nyilván ebből kifolyólag lehet már látni, hogy mi lesz a jövőben. Szorozzátok tízszer jövőre, két évvel későbbre, és három évvel ezelőtti, tehát simán a BCT token pár év alatt óriási érték lesz, és nagyon komoly osztalékot fog hozni a házhoz. Мы не делаем рекламу. Мы не делаем пампинг, мы создаем спрос нашим токенам реальными экономическими показателями, реальными показателями экономики, и это правильно. Tehát mi nem foglalkozunk reklámmal, mi nem foglalkozunk mesterséges marketinggel és pumpinggel, meg dumpinggel, stb. Mi abszolút reális eredmények alapján
ítélünk meg a BCT tokennek az értékét, ahogy valóban növekszik a cég, ahol valóban jönnek a termékek, megoldások blokkláncon, úgy növekszik a tokennek az értéke is. Tehát nem sima tőzsdei cég vagyunk. Мы не создаем ажиотаж вокруг наших токенов, мы просто скромно работаем, мы много работаем. И люди всегда ищут такие активы, которые приносят доход. И это создает спрос нашим токенам. Mi nem hozunk lét, nem kiabálunk, nem rohangálunk a tokenünk körül, és mindenkinek kiabálunk erről, tehát ilyen ajatása, hanem nagyon sokat dolgozunk, rengeteget dolgozunk, és keresünk olyan embereket, akik tényleg ezt tudják értékelni, és akik tényleg látják, hogy mi van a cég mögött, és látják a jövőt a cégben. Есть еще одна возможность симпатичная. Van még egy lehetőség, ami lehet, hogy szimpatikus lesz. Когда у компании есть релевантные продукты, нужна система и нужны партнеры, которые расскажут, правильно расскажут о наших продуктах большому количеству людей. Amikor van egy releváns, aktuális, hasznos termék, akkor mindig vannak emberek, akik szívesen beszélnek róla. За эти годы мы подготовили тысячи независимых консультантов, которые продвигают наши продукты сегодня в 26 странах. Это хороший бизнес. És ez nagyon-nagyon jó üzlet. Már van több ezer partnerünk, akik több országban beszélnek a termékekről, akik komoly vállalkozásokat építenek több országban. Наши партнеры, наши бизнес-партнеры изучают технологию. Технологическое отставание в современном мире означает гибель. И мы становимся технологичными. A partnereink, a cég partnerei nagyon komolyan fejlesztik magukat a technológiában, és ez azt jelenti, hogy amikor nem tudunk korral lépést tartani, nem tudunk technológiai lépéseket tartani előre, akkor lemaradunk. És a mi partnereink igenis korral lépést tartanak, és folyamatosan fejlesztik magukat. Мы даем нашим партнерам первоклассное экономическое мировоззрение. A partnereink nagyon komoly világnézetet kapnak, nagyon komoly előrelépést a technológiában is, ami abszolút megváltoztatja az életüket. И мы приглашаем к нам амбициозных людей для сотрудничества. Кто хочет иметь неограниченные доходы и кто хочет строить деловые отношения на долгие годы. És ide hívunk olyan ambiciózus disztribútorokat, partnereket, akikkel együtt tudunk dolgozni jövőben is, és együtt tudunk építeni az új platformon, az új világot, digitális világon a nagyon komoly vállalkozást együtt. И в конце нашей встречи хочу сообщить важную вещь. És a találkozásunk végén szeretnék nagyon fontos dolgot mondani, elmondani. Нам задают вопрос, почему растут цены на криптовалюты и почему растет капитализация рынка. Sokszor kérdeznek tőlem, hogy miért növekszik a kriptovaluta ára, miért van most ez az óriási hype növekedés, és mi van e mögött? Ответ простой. Это одно слово. Спрос. Egyszerű a válaszom, a kereslet. Век старых денег закончился. Деньги сегодня переформатируются. A régi pénznek a kora, korszakának vége van, és a pénz most óriási változáson megy át. И деньги сегодня потекли на рынок криптоактивов и криптовалют. И деньги всегда текут туда, где хорошо себя чувствуют. És a pénz most a kriptovaluta piacra folyik, mert ott van, ott érzi magát biztonságban. Кто продолжает упорно пользоваться старыми деньгами, просто останутся без средств на существование. Aki
kézzel lábbal ragaszkodik a régi pénzhez, akkor előbb-utóbb semmivel marad, a tört ládával ott marad a kezében, mert semmit nem fog érni ez a pénz. Деньги всегда менялись. Такое это уже было. Это история. A pénz mindig változott, megváltoztatta formáját állandóan. A történelem során sokszor láttuk ilyet. Блокчейн и криптовалюты многие из нас еще просто не попробовали. Помните, когда появилась электронная почта? Это тоже было в диковинку. Но сегодня электронной почтой пользуется каждая бабушка. Lehet összehasonlítani ez mondjuk elektronikus levelekhez. Volt olyan időszak, amikor nem hittünk el, hogy a posta ellen jön az internet, és ma már azt gondolom, postai leveleket nem nagyon írogatunk egymásnak, hanem e-mailt használunk, és ma már a 10 évestől 100 éves korig emberek írnak már e-maileket és küldik egymásnak, és ez már természetes számunkra. Бабушка пишет, вышла на улицу, никого. Зашла в Facebook, все тут. Hogy a jó vicc, ugye, elhangzik, a nagymama azt mondja, hogy kimentem az utcára, senki nincs az utcán. Bementem a Facebookra, mindenki itt van. Так будет и с блокчейном, с криптовалютами. Все сюда придут, все захотят пользоваться на этот рынок, и появится спрос. Ugyanaz fog történni kriptovalutákkal is. Előbb-utóbb mindenki itt lesz, ahogy mindenki Facebookban van, és ez nem mese. Я не знаю, какие цены ожидают нас через год, через 5 лет, через 10 лет. Никто не знает, но я точно знаю, эти цены будут астрономическими по сравнению с сегодняшними ценами. Senki nem tudja megmondani, hogy 1 év múlva, 5 év múlva, 10 év múlva pontosan mennyibe fog kerülni egy-egy kriptovaluta, de én biztos vagyok benne, hogy ahhoz képest, hogy mennyibe kerül most, az sokkal több lesz, tehát sokkal több lesz, mint most, tehát ilyen asztronómiai összegekről lehet beszélni. Желаю всем счастья, здоровья и гармонии. В мыслях, в сердце и в душе. Csillagászati. Köszönöm, Piroska. Mindenkinek kívánom egészséget, bőséget, tudatosságot, felébredést tulajdonképpen a régiből, és jó utat az újba. Nagyon köszönöm. Jó estét kívánom. Viszontlátásra. Большое спасибо всем. Приятного всем вечера. До свидания.